A Michelin embere Sok-sok esztendeje, amikor Franciaországban kezdtem utazgatni, egy kedves barátom kezembe nyomta a Michelin-féle útikalaust, nagyjából úgy, ahogy a zsidő társaság érez rá késztetést, hogy magányos szállodai szobákat ellásson a Bibliával. A Michelin-féle közismert nevén a MIS. Ugyanaz az ínyenc utazónak, mint kereszténynek a Biblia, Mohamedánnak a Korán, vagy a világ jelentős részének Buddha mondásai. Kalauzod, tanítormestered és jó barátod, ha utad Franciaországba visz. Kicsi, zömök, piros akárcsak akár csak meg annyi derűs francia paraszt, akit a jó koszt és a jó bor az esztendők során szépen kipárnázott. És kisuvickolt. Vörös federe, mint egy kétezernyi szálloda, panzió és vendéglő adatait rejti, s egyetlen titkuk sem marad leleplezetlen. Elég a misre, egyetlen pillantás, és tartózkodási helyed ötven mérföldnyi körzetében már tudsz valamennyi számításba vehető fogadóról. Közli veled, vajon a kérdéses vendéglátóipari létesítmény engedie, hogy kutyát tarts a szobádban, hogy minden komforttal rendelkezik-e, avagy csupán elfogadható, hogy van-e garázs, telefon, külön fürdőszoba és a mai élet meg annyi egyéb tartozéka. Hogy csendese, aminek jelzésére elmés módon egy piros hintaszék szolgál, avagy hogy tartozik-e hozzá Jardin Fleury, Virágos kert Ám a Scotland Yard kartotékrendszerével vetekedő nyilvántartáson felül a MIS még valamit kínál. A Kostról is tájékoztat, Franciaon kiválóan értelmes ország lévén, ahol az emberek komolyan veszik az ételt, mint külön műfajt, ami méltán meg is illeti a konyha és a tálalás művészetét egyaránt. Britanniában ez a művészeti ág sajnálatos módon jóformán kihalt. Franciaországban a fogások kiválasztásának épp olyan gondot szentel az ember, mint ahogyan feleséget választ, sőt, némely esetben nagyobbat. Ezért aztán a mis margóján az egyes vendéglők mellett bizonyos jelek irányítják és segítik a személyt, aki nem veszi félvárról az ételt és elkészítését. Az első jel keresztbetett parányi villa és kanál. Egy ilyen jelképecske egyszerű, ám megfelelő étkezés jelent. Kettő vagy három jót, vagy igen jót, míg négy keresztbetett villa és kanál már az ételművészet magaslataira utal. Ami ezen felül van, abba már belekáprázik az elme négy keresztbetett villa és kanál társaságában egy csillag Istennek asztalára méltó étkeket remélhetsz eszményi környezetben. Mint egy ama lajtória első fokaként, mely a paradicsomba vezet, ahol négy keresztbetett villa és kanál fogad három csillag társaságában. Ilyen paradicsomi hely azonban mindössze négy található egész Franciaországban. Három misféle csillagot lényegesen nehezebb elnyerni, mint a legmagasabb katonai érdemrendet, a Viktória keresztet, a francia Croix de Guerre, avagy a bíbor szívet, és még egy csillag elnyerése is olyan teljesítmény, amelynek birtokában bármelyik magára kicsit is adó konyafőnök üdvözült mosolyon lehelik illelké. Mihelyt megállapítottad a margó látható villák, kanalak és csillagok segítségével valamely hely konyha művészeti rangját, tovább léphetsz a következő kockára. A Michelin társaság gondos vezetésével. Minden egyes bejegyzésnél listába foglalják az illető vendéglő specialitásait, valamint a különleges büszkeségére szolgáló borokat vagyis ha már kiválasztottad a helyet, ahol fejed nyugovóra hajtod, eltölthetsz vagy öt percet ízlelő bimbóit felingerlésével pusztán az élvezetedre szolgáló specialitások listájának olvasásával, s eljátszadozhatsz a gratinírozott édesvízi rákfarok, a tejszínben posírozott rombuszhal, netán a homár leves gondolatával, avagy fontolóra veheted a sároli marhasültet szippel körítve, azzal a fantasztikus vadgombával, amelynek a színe fekete, akár a bűn, formája pedig boszorkányok esernyőjét idézi. A mis tehát nem puszta utikalaúz, hanem gasztronómiai élmény mindössze egyszer ébredt bennem kételje hasonlíthatatlan kötet iránt. Egyetlen egyszer gondoltam, és csak egy futó pillanatra, mi szerint abbéli buzgalmában, hogy minden gasztronómiai követ megmozgasson, a mis talán-talán megszegte az illedelmes magaviselet kódexét. Néhány esztendeje történt, amikor rendes évi zarándokutamra indultam dél-franciaországi vityillómhoz, ahol abban a reményben keresek menedéket, hogy Alexander Bell találmányának ide még a híre sem jutott el, és hogy egy kis időre az írásnak szentelhetem magam. Abban az esztendőben meleg és esős téltől eltikkadva vetette magát Európa robbanó, ezerszínű és illatú tavaszba. Franciaon mindig is a legeslegszebb országok közé tartozott, s most akár egy világszép hímzés virágdízben csillogott, ragyogott, hogy a vidék szakasztott olyan elragadó és színpompás volt, akár egy fáberzsé féle húsvéti tojás. Mustárvirágzásnak volt az ideje, amikor délnek indultam. Az autó vidéki utakon kanyargott, a kanári fészekre emlékeztetően finom, végtelen sárga tájban. Valósággal belekápráztam a virággal borított sövények, partok, a végtelen sárga mustármezők, az élénk tavaszi napsütésben mézes kalács ropogós cseréptetők látványába. Délben egy ötven lelket, ha számláló farucskában álltam meg. Bort vettem, egy friss ropogós barna cipót, Finom éret sajtott, meg gyümölcsöt. Azután addig hajtottam, míg a lankákat sárga szőnyekként borító, végeláthatatlan mustármezőre nem értem. Gesztenyefák árnyékában állítottam le a kocsit, elővettem elemúzsiámat, és behatoltam a sárgák és zöldek finom tengerébe leheveredtem a törékeny mustárnövények közé, ettem ittam, s valósággal lubickoltam az aranytengerben. Aztán úgy döntöttem, hogy folytatnom kell utamat, mire mentem, mély és békés államba merültem. Amikor felébredtem, már csak nem a látóhatárig szállt alá a nap, sugarai ferdén vetültek mustárágyamra, óaranyra festették a sárgát, és rá kellett döbbennem, hogy csak úgy vaktában vezettem, alaposan elaludtam. Következésképpen a leghalványabb fogalmam sincs, hol vagyok. A délutánnak eljött az az órája, amikor a francia utak vándorainak értelmesebbje kihúz az út szélére, és elkezdi böngészni a mislennyét. Csak hogy én hasztalon böngésztem volna, hiszen nem tudtam, hol vagyok. Beszálltam a kocsiba, és lassan hajtottam az úton, míg jó szerencsémre utol nem értem egy illatozó tehéntrágyával roskadásig megrakott szekeret, amit egy életre kelt dióz hasonlatos emberke hajtott. Rendületlen jókedéllyel húzta meg két elefánt nagyságú lovának gyeplőjét, és kérges földtől naptól barna mutatójával tévedhetetlenül rábökött a térképen a megfelelő helyre. Megköszöntem szívességét, ő tovakocogott, kolompolt, nyikorgott, én meg előkaptam a mist, és végig kurkáztam harminc mérföldes körzetben minden várost és falut. Reménytelen feladat. Ahányat csak találtam, a mis valamennyit fagyos megvetéssel kezelte, gasztronómiai minősítésük pedig egyszerűen nem létezett. Úgy látszik, Franciaország ama kevés fehér foltjainak egyikére csöppentem, ahol nem akad semmi, hogy úgy mondjam, mislenképes. Azután felfedeztem a térképen, vagy húsz kilométerre egy falut, de olyan parányi volt, olyan eldugott, hogy egész biztosan nem akad benne semmi. Azért mégis megkerestem a Misben, mert a neve nagyon tetszett: Bois de Rossignon, vagyis Csalogányerdő. Mekkora volt meglepetésem, amikor Mis szinte reszketett örömében. Arról tájékoztatott, hogy a falu egyetlen szállóval dicsekedhet, amely Le Petit Chanson névre hallgat. És a csalogányokra való tekintettel ez kellemesen találónak tetszett. Csodák csodája, nem csak hat szobája van, de fürdőszobái, telefonja, garázsa, egy békével kecsegtető piros hintaszéke, no és zsárdenflörje mindezek tetejében pedig három keresztbetett kanala villája, meg egy csillaga. Télire bezárt, de épp a mai napon nyit ki újra. Még egyszer elolvastam a leírást, nem akartam hinni a szememnek, pedig ott állt fehéren feketével. A szálló felszereltségének ismertetését specialitásainak jegyzéke követte. Ez már a koddázűr valamelyik nagy szállodájának is becsületére vált volna. A tulaj nyilván maga kereszteli el specialitásait, és a névadás szárnyaló szellemre vall. Szerepel például a listán édesvízi rákfarok tojásfellekben, marha sült vörösborban, Teodor Pullini egészségére. Szamócatorta Sophie Clemence szája íze szerint. Elbűvölt, s menten eltökéltem, hogy a törik, ha szakad, kerüljön, amibe kerül, én a le petit chansonban éjszakázom. Becsuktam a mist, beindítottam a kocsit, és teljes gázzal Bois de Rossignon felé hajtottam, remélve, hogy megelőzöm a többi nyálát csorgató aki mind a hat hálószoba valamelyikére ácsingózik. Mesebeli is falura bukkantam. Vagy két tucat háza barátságosan bújt meg a napsütötte kis tér szomszédságában, amelyet óriás platánfák szegélyeztek, s őrködtek egy kicsi és szépséges szökőkút körül. A tér egyik végében apró és tökéletes 15. századi templom emelte magasba intő, karcsú tornyát a mézeskalács tetejű házak fölé. párkányokon, járdán, kerítésen, minden tenyérnyi helyet virágcserepek, virágládák százai leptek el, konzervdobozokból, néhai talicskákból, kiszolgált gyermekkocsikból omlott alá a tavasz tarka virágözöne. Megálltam egy padnál, amelyen öt öregember berült, aszott, fogatlan, ráncos, akár a gyík. Szívták magukba az alkonyi napot. Megkérdeztem, merre van a löpöti chanson? mire reszketek hangok buzgó válaszolt, és göcsörtös mogyorófabotok erdeje mutatott a falu túlsó végébe. Néhány száz méternyire az országúton elágazáshoz érkeztem, amelyen tábla tudatta, hogy barra vezet az út a löpöti Sánszonhoz. A keskeny csapás egy kölyök folyócska mellett futott, a napfényében zöldezüst, víz egyik partját erdő a másikat szőlők. A tőkék akár fekete, sokágú, görcsös kandeláberek, s mindegyiknek a tetején zsenge zöld paróka. A löpöti sanszon nem okozott csalódást. Az út két óriási tölgyfa közé kanyarodott, és a folttakaró módjára egyberút virágszőnyek közepén állt a szálló. Hosszú, alacsony épület, vörös cseréptetejét tetejét imit amott moha smarag zöld foltjai tarkították. A fal meg a tető egy része valósággal eltűnt a viruló és fenséges glicinia zuhatag alatt, amelyhez foghatott még sohasem láttam. Az évek során át szerelmesen körülfonta az épületet, körülindázott falat és tetőt, és a ház lakói alig bírták távol tartani az ajtóktól, ablakoktól. A töve olyan vastag volt, hogy minden magára kicsit is adó óriás kígyó büszke lett volna, ha hasonló a derékbősége. és a tő és az ágak bonyolult szövevénye, amely markában tartotta a házat, virágtengerében kék lett akár a jégmadár szárnya. A szálló előtt virágágyak közén egy kis kavicsos négyszögön takaros fehér székek asztalok álltak hat-hét teljes pompájában virágzó júdás alatt. Hullottak a rózsapiros szirmok, vöröslött tőlük a talaj fehér asztalokat, mintha sárkányvér petjezné. A kerten túl erdős táj nyújtózott, meg lankás mustármezők egészen a látóhatárig. Leállítottam a kocsit, fogtam a vikentáskámat, és besétáltam a szállóba. A parányi halban étel és borillat, meg padlópaszt a szaga fogadott. Csak úgy ragyogott minden. Elsőnek egy jókora nagy bundájú kutya üdvözölt, ha az erdőben futok össze vele, könnyen nézhettem volna medvének. Ennek ellenére roppant nyájasan fogadott. Hamarosan megtaláltam a fületövében a legérzékenyebb, legcsiklandósabb helyet, és ő kutyasága nyögdécselve élvezte a vakargatást. Hamarosan felbukkant egy ifjú pincér is, én pedig megkérdeztem, kaphatnék-e szobát éjszakára. Természetesen, uram, hangzott ünnepélyesen udvarias válasza, Átvette a táskámat, és a folyosón egy elbűvölő hálószobába vezetett. Az ablakában kék, glicínia keretezte a távoli mustármezőket. Megfürödtem, átöltöztem, lementem, és kiléptem a kertbe, amelyet most már a lenyugvó napsugarai világítottak meg. Letelepettem egy asztalhoz, és olyasforma forma reményteljes gondolatok környékezték elmém, miszerint egy pernó nem is lenne elfogadhatatlan idea. Ekkor azonban megjelent az ifjú pincér. Elnézést, monsieur szólott, de monsieur le patron kérdezteti, minthogy idén ön az első vendégünk. Hajlandó-e elfogyasztani vele egy üveg bort, mivel ezt így szokta megünnepelni? Természetesen boldogan elfogadom, válaszoltam, de remélem, hogy a patron kijön és csatlakozik hozzám. Új, oui, monsieur, mondta a pincél, szólok neki. Alig vártam, hogy megismerhessem a patront, hiszen bizonyára ő a keresztapja különféle sajátos nevű specialitásainak, és szerettem volna megtudni, mi késztethette ilyen névadásra. Hamarosan meg is jelent. Külseje összhangban volt a szálló nevével és a hely hangulatával. A valóságos óriás, lehetett vagy 190 centi magas, válla, széles és tömör, akár egy kávéházi asztal. Erős vonású arca volt, sasorra, ragyogó fekete szeme, s mindezt ószövetségi profitához méltó ősz hajtömeg keretezte. Patyola tiszta kötényt viselt, szakátsipkáját sipkáját kópésan tarkójára vágta, s irdatlan kezében, melyre izületi bántalmak csomóztak bogokat, tálcát hozott, azon egy palack bort és két szép formájú poharat. Nyolcvanas évei derekán járhatott, de elpusztíthatatlannak látszott. Bízvást megél száz is. Sugárzó mosolyjal közeledett felé, mintha régi barátját üdvözölné bennem, szeme hamiskásan villogott, boldogan mosolygó arcára egy élet kacagása vésett ezernyi ráncot. Monsieur, dörögte és óvatosan letette az asztalra a tálcát. Üdvözlöm szállodámban. Ön az idejévad első vendége, ezért még nagyobb örömmel köszöntöm. Udvarias lelkesedéssel szorongatta meg kezemet, azután letelepedett szemközt velem. Személyiségéből egy olvasztó kemence energiája sugárzott egyenlő arányban árad belőle az ellenállhatatlan kedvesség, jó indulat és jó kedély. Remélem kedvére lesz ez a bor, folytatta és óvatosan töltött a két pohárba. Bozsolé az én kis szőlőskertemből, Annyi szőlőm terem, hogy évente húsz palack borom van saját fogyasztásra. Érthető hát, ha csak efére különleges alkalommal bontok fel egy palackot. Megtisztel emeltem poharamat. A bor bársonyosan simogatta torkomat, ízlelő bimbóim a zamatát ünnepelték. Az öregember szájában görgette a bort, majd elgondolkodva lenyelte. Igaz bor, állapította meg. Nagyon igaz, bólintottam. Monsieur, érdeklődött, vakáción van itt? – Igen, van egy kis házam lenn Provence-ban, s igyekszem minden nyáron eljutni oda. Ah, – A Provence, a fűszerek hazája, micsoda kellemes része Franciaországnak, egész Franciaország gyönyörű, szerintem a világ egyik legszebb országa – sugárzó mosolyjal bólintott. Egy darabig a különleges bort megillető tiszteletteljes csöndben idogáltunk, majd az öregember újra töltötte poharunkat. És most ő óhajtja az étlapot, érdeklődött. Igen, legyen szíves, mondtam. Olvastam az ön néhány specialitásáról a Mislemben. Bizonyára kiváló konyha főnök, ha elnyerte a csillagot. Leújt a szemét, nemes vonású arcán keserűség villant át. Ah, az a csillag, az a csillag, sóhajtott fel. Nem is sejti, monsieur, mit kellett szenvednem azért a csillagért. Várjon, kihozom az étlapot, és amikor választott, elmesélem a csillag történetét. Higgy valóságos regény, gyümátollára méltó, holott az utolsó szóig szintiszta igaz. Egy pillanat, hozom az étlapot. Hamarosan vissza is tért, és letette elém az étlapot, meg a borlapot. Ha bátorkodhatom javaslattal élni, mondta, miközben újra töltötte poharunkat, a galamb pecsenye. Mári Tereza kedvéért. Olyasmi, amire igazán büszke vagyok, és van néhány -e finom hízott friss galamb mint hogy ön az évadban első vendégünk, természetesen felbontok egy üveg Bozsolét a galamb mellé. Lekötelez, mondta. A galamb csodálatosan hangzik, de látom, minden specialitásának különös nevet ad. Nyilván mindegyiknek megvan a sajátos jelentősége, ugyebár. Nos, igen, Monsieur. Mondta ünnepélyesen: Amikor az ember új étket komponál, véleményem szerint úgy illő, hogy a neve valamely eseményről emlékezzék meg. Vegyük például a galambot. Ezt az étket akkor komponáltam, amikor feleségem első gyermekünkkel volt viselős. Nyilván ön is tudja, hogy az asszonyok ilyenkor milyen különleges ízeket kívánnak, nemde? Nos, feleségemben szenvedélyes sóvárgást támat tárkony és galampecsenye iránt. Infant, mi sem természetesebb, mint hogy kötelességemnek éreztem olyan étket feltalálni, amely nem csak, hogy tápértékben bővelkedik nejem és születendő gyermekünk számára, de kielégítené egy áldott állapotban levő szép és érzékeny teremtés kényes ízlését is. Megalkottam tehát hitvesem Mari Terez kedvére ezt a galamb különlegességet. Micsoda lenyűgöző gondolat, mondtam. Magam is követném a példáját, hiszen szívesen szakácskodom, és mindig is úgy véltem, hogy sok finom étel viseli a legszürkébb, legunalmasabb nevet. Így igaz. Nem látom be, miért is ne lehetne szerepe a képzelőerőnek az étkek elnevezésében, csak úgy, mint a megalkotásában. Néhány percig tanulmányoztam az étlapot. Úgy gondolom, szólaltam meg éret megfontolás után, hogy az ön Galambecsenye Mári Teresz kedvére című költeményem, mint főétel előtt kérném a pástétom, Albert Henri Périgord emlékezetére elnevezésű előételt, utána egy kis sajtot, végezetül pedig talán tehát Sophie Clemenceau szája íze szerint. Bámulatos választás, monsieur, szólott és felállt. Most pedig kérem, igyék még egy kis bort. Közlöm feleségemmel az önóhajait, Azután visszajövök, és elmesélem, hogyan kaptuk meg a csillagot. Hamarosan vissza is tért egy tálka olajbogyóval és néhány kicsi, de finom sajtos puffancsal. Igen, monsieur, szólt elgondolkozva, miközben egy székre ereszkedett, ivott egy kort bort, és a hivatásos elbeszélő kényelmes pozitúrájába helyezkedett. A tény, hogy van egy csillagunk, Szerintem olyan kisebb fajta csoda, amiben kétségtelenül ön is egyetért, mihelyt elmondom elejétől végig.